Hőgyészen akartak ellenőrizni egy autót a rendőrök, azonban az egyenruhás hiába jelzett. A sofőr gázt adott és elhajtott. Kollégáim azonnal utána eredtek és követték végig a járművezetőjét, amíg olyan távolságra nem kerültek, hogy sikerült az autónak a rendszámát leolvasniuk. Néhány kilométert tettek meg egymás mögött a járművek, amikor a Opel vezetője elveszítette uralmát a járműve felett kégybel területén egy balra ívelő kanyarban, és az autójával felborult. A férfit ez sem állította meg, kiugrott az autóból és futásnak eredt. A rendőrök azonnal utána indultak, és néhány száz méter után elkapták a menekülő sofőrt. A 24 éves ertényi fiatalról kiderült, nem ez volt az első alkalom, hogy összetűzésbe keveredett a hatósággal. Ezúttal jogosítvány nélkül vezetett, és a kocsira egy másik járműrendszámát szerelte fel. A férfi autójáról az is kiderült, hogy nem tudta igazolni azt, hogy az ő tulajdonában van, és az autónak sem voltak semmiféle iratai. A járművezetővel szemben számos szabálysértés miatt is eljárás indul majd a Tamási rendőrkapitányságon, többek között azért, mert a rendőri karjelzésre nem állt meg, vezetői engedéllyel nem rendelkezik, illetve büntető eljárást is kezdeményeznek vele szemben, mert felszerelt egy másik autónak a rendszámát az általa vezetett kocsira. Emellett a bonyhádi rendőrök is szabálysértési eljárást indítanak a 24 éves fiatallal szemben, ugyanis balesetet okozott, amiben ő maga is könnyebben megsérült.